Café 101,3. Az Érdefem szórakoztató reggeli műsora. A betegség legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy az egészség ellentéte. Ha felüti a fejét a harmóniátlanság, akkor kapkodunk fűhöz, fához, a legkevésbé gondolunk arra, hogy mi mit tettünk ennek érdekében, és mit tehetünk ellene. Vendégem dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! Ön szerint mit jelent a betegség egészség fogalma, mint olyan? Elég sajátos, mert az ősi elgondolás, amit az egészségügyi világszervezet hosszan dédelgetett, az valóban az, hogy az egészség hiánya a betegség. És hogy az egészség viszont egy olyan összetett fogalom, ami ahogyan az ismereteink bővültek, egyre világosabb lett, hogy abból kell kiindulnunk, hogy ki az ember, mi az ember. Az ember test, lélek, szellem egysége, úgy mondja a szaktudomány hivatalosan, hogy bio, pszicho, szociális és spirituális egység. A WHO, tehát Egészségügyi Világszervezet 2002-ben azt a hármas rendszert, hogy test, lélek, szellem kiegészítette ezzel a bizonyos spirituális dimenzióval is, ami azért nagyon lényeges, mert bizonyítékokon alapuló kutatások mutatnak rá arra, hogy az embernek az a fajta tágabb valóságtudata, ami az univerzumhoz köti, nagyon jelentős egészségvédő tényező. Éppen most fejeztem be egy olyan tanulmányt, ami már meg is jelent a spiritualitás és egészség összefüggéséről. De nem szeretném erre kihegyezni az utat, hiszen a testnek, a léleknek, a kapcsolati rendszernek, szociális kapcsolati rendszernek egyaránt az emberi egységben, teljességben része van. Ezért az az egészség, amikor ezek a rendszerek mind harmonikusan, egymással összhangban úgy működnek, mint ahogyan képzeljük el, hogy egy nagy zenekar, és a nagy zenekar minden muzsikusa a helyén megfelelő összhangban hát működik. Ha csak testi vonatkozásban például ezt megpróbáljuk elképzelni, nagyon egyszerű. Mi is a ritmusváltozás következménye? Például a szívedben, ha az a muzsikus, a szív gyorsabban ver, vagy lassabban ver, vagy az emésztésed gyorsabban, vagy lassabban. Az összhang már is megbomlik, és létrejön egy olyan diszharmónia, amit az ember szubjektíve a tudatosan átélés lehetőségeiben megél, mint zavart. És ahogy a zavart megéli, az egészség már is, hogy úgy mondjam, hiányzik. Tehát az összhang, a teljes összhang megbomlása az, amely betegséget idézhet elő, és ezért a betegségnek olyan tág a fogalma, mert lehet testi, lehet egy lelki természetű betegség, lehet az elmének, a mentális folyamatoknak valamely zavara, tehát az emberi egységen belül bizonyos rendszerek, alrendszerek maguk autonóm módon zavarokat mutathatnak, és persze az egészet befolyásolják. Azt szokták mondani, hogy a lélek, mint olyan örök és teljes, egész tökéletes, az hogyan tud megbetegedni? A lelki folyamatokról nagyon korszerű és modern elképzeléseink vannak, és az a Descartes-i dualisztikus rendszer, hogy test és lélek, hát a nevezéktanban, vagyis a nyelvünkben még benne van ez a szétbontottság, de a tudomány bámulatos dolgokat igazolt. Egyetlen példát szeretnék mondani. Érzünk valamit. Az érzés szubjektív. Az érzés átélésére adva van a testünk, amely mint egy hatalmas orgona, vagy hát egy olyan hangszer, amely képes valamit kifejezni, ezt az érzést szomatikusan, testileg úgy képezi le, hogy meghatározott szervekben a milliárdnyi sejthártyáján az adott érzés úgy jelenik meg, mint egy biokémiai folyamat, amelynek a sejthártyán való lerakódása és egyben a sejtbe behatolása az, ami az érzést magában a testben lehetővé teszi. Tehát érzünk, hát azt mondjuk igen, hol érzünk? Hát a testünkben érzünk. De hát a testünkben lakunk, ez a test, mi magunk vagyunk. Az elme összes folyamata, minden megnyilvánulása magasabb rendű, mint az idegrendszernek a működése, mert nem úgy választja ki a lelki folyamatokat az agyunk, mint ahogyan az epe kiválasztja ugye a saját nedvét. Tehát más elképzelések vannak már, mint az ősi mechanisztikus időkben. De így hát eléggé, hogy is mondjam, elméleti szintekre megyünk, és én pedig annyira, noha ennek abszolút elkötelezett képviselője vagyok, hisz mindig mondom, hogy a tudomány által igazolt dolgokat kell átültetni, és információként átadni, hogy minden ember egyre tudatosabban legyen birtokában annak az ismeretnek, hogy például egy lelki behatásra, amely egy
érzelmi, indulati választ ad, hogy fogja majd a saját testi sejtjei, szervei szintjén megbetegedni magát. Mert például, és akkor hogy lehet ezt megszüntetni, hogy segíthetünk magunkon, hogy lehet megelőzni, hogy lehet megtartani az egészséget, és hogy lehet fejleszteni azt a képességünket, hogy mi felelősséggel legyünk őrei a saját egészségünknek, de egyben ugye tudjuk segíteni a szeretteinket is. Mennyire vagyunk felelősek az egészségünkért? Hát ma az egészségpszichológia, amely az elmúlt 20 évnek egy egészen hatalmas karriert befutó tudományága, azt állítja, hogy teljes mértékben, hogy 100%-ig, hiszen 100%-osan szabad az ember, hogy azt tegye, amiről tudja, hogy jó, és ez a szabadság az, aminek a felismert szükségszerűsége, hogy mi felelősséget vállalunk a testünkért, lelkünkért, kapcsolataink egészségéért, családi életünkért, hiszen ki ne felejtsük már, hogy például millió bizonyíték van arra, hogy az úgynevezett szociális terület, a társas kapcsolatok, a munkahelyi atmoszféra, amely magában például az összes kiégés vizsgálat azt igazolja, hogy a munkahelyi légkör és a dolgozók egymáshoz fűződő emberi, normális, humanisztikus viszonya az, amely védőfaktor, és viszont a rossz ilyen munkatársi közösségek megbetegítő erővel működnek, nem beszélve a rossz házasságról. Most van a házasság hete, rögtön elkezdjük. Azt mondjuk házasodj, azt mondjuk kös igazán érvényes, felelősségteli, elkötelezett párkapcsolatot, és nevelj utódokat, és szülj gyermeket, mikor mi ezt mondjuk, hát mi ezt úgy mondjuk, én magam is elkötelezetten a három királyfi, három királylány mozgalom keretében, nagyon szeretném, ha minél több magyar gyerek születne, én magam is megtettem a magamét, és úgy gondolom, mindannyian jó, ha ehhez hozzájárulunk, de ez mind úgy képzel el, hogy jó párkapcsolatban. Most hát ugye tudjuk, hát azért fontos a tudatosság, kitanított meg téged, engem arra, hogy hogyan kommunikálj, hogy legyél te munkahelyen, hogy legyél az otthonodban, párkapcsolatodban, a másik számára egy felemelő, erősítő tényező, hogy ő is vissza tudjon téged erősíteni a szeretetben és szövetségben. Hát ezt nekünk meg kell valahol tanulni, és az utolsó órában vagyunk, széthulló családszerkezetek, mozaik család, újraházasodások. Van egy édes felmérés, hagyj említsem már meg, hogy például óvodában nagy csoportosok. Hát ugye persze vannak olyan nagyon fontos nyelvi fejlesztő órák, ahol bizonyos fogalmak, hogy mit jelent az a gyereknek. Például mit gondol arról, hogy mi az, hogy menyasszony? És akkor a gyerekek mit mondanak? Menyasszony az, amikor bebújunk nagyon szép ruhába, hogy tündérkirálynők vagyunk meg. Szóval mesefigurákat kezdenek fölhozni, az, hogy menyasszony, hát mikor látnak menyasszonyt? Alig-alig. De talán arról azért van fogalmuk, hogy az fehér ruha. Fehér, mint Csipke Rózsika ruhája, vagy Isten tudja, hófehérke ruhája. De már konkrétan élményközelség nincs a gyerekekben. Mi van akkor, kérdezi ugye a óvoda pedagógus, egy jó barátnőm óvoda pedagógus sok dolgot mesél el például, és felméréseket is folytat. Mi az, amikor a papa és a mama veszekszik? Mi történik akkor? És akkor azt mondják, akkor a papa fogja magát és elmegy otthonról. És hova megy el a papa? Hát valaki más anyukához. Na hát egészen borzasztó, hogy a gyerekek fejében már mi van? Milyen sémák élnek? Hogy egy fogalmat ők hogy értelmeznek? Hát hol van a mi felelősségünk? Minden nap újra azt érzem, hogy pszichológusi felelősségem, amíg csak élek, hogy a tőlem telhető módon, amit tudok, tovább adjam, hogy jövendő szülő, intrauterin pszichológia van a méhen belüli életben, hogy az a baba mi mindent tud már, az valóságos csoda, és hogy például miért vagyok annyira kétségbeesve, ha abortuszról hallok. Mert tudom, kezdetektől egy anyukának tudni kell, hogy kit gyilkol meg, mikor abortáltatja a gyerekét. Tudom, hogy szabadságjog, és tudom, hogy az esélyegyenlőségi világmozgalmak rendkívül ellene vannak annak, hogy befolyásoljuk a női szabad döntést, hogy legyen a nőnek a teste a saját tulajdona és szabadságjoga. Ugyanakkor meg, ha más oldalról közelítjük, egy élet kioltása, az egy felelősség. De nem akarnék részletekbe menni, hát én elég eltökélt és elkötelezett vagyok. Minden szempontból a gender identitás kérdésében is. Ugye világszerte, és én is most nagyon sokat foglalkozom ezzel, és meglehetősen szomorúan, vagy hogy is mondjam, megijedve,
hogy mi történik körülöttünk a világban. Hogy már például skandináv országokban, de már itt a közelben Németországban is, az óvodapedagógusoknak ki van adva az a parancs, hogy ne befolyásolják semmiképpen a gyerek nemi viselkedését, tehát hogy egy kislányka mondjuk lövöldözik, vagy egy fiúgyerek babázik, és női ruhát vesz föl, és abba szeret, vagy szovba, vagy masliva, nem szabad befolyásolni. Közben meg a tudományos kutatások, ez az én szakmám felelőssége, azt mutatja, azt igazolják, hogy nem genetikailag fatálisan eldöntött például a deviáns szexualitás, hanem van egy komponens genetikailag, amire egy kulcs inger, mint zárba a kulcs, egy külvilági hatás rá kell, hogy nyisson, hogy az kinyíljon. De ha mi a saját nemhez tartozást hangsúlyozzuk kezdetektől, pici-pici babakortól kezdve, hogy a kislány az kislány, és annak legyen kis szoknyácskája, legyen kis bingyimogyi fülbe való gyűrű, az se vétek, ha, mint a anyukája kivesti picit a körmét, majd lemossuk, nem érdekes, de érezze magát nőnek. És ez a női identitás tudat, hát ez beég, ennek van szenzitív időszaka, az azt jelenti, hogy amikor a test, lélek, szellem egységesen genetikai program szerint kinyílva, mint egy rákattan arra, hogy akkor egyértelmű, hogy te leány vagy, egyértelmű, hogy fiú vagy, és itt lesznek a félresiklások ilyen pontokon. De ezt vég nélkül tudnám mondani, hiszen olyan mély hittel és elkötelezettséggel próbálom a pszichológiai ismereteket átadni, és hogy ez a tudatosság, ezért kell nekünk tudatosnak lenni. Megállja a helyét a gondolat teremtő ereje? Befolyásolni tudjuk? Igen, hát ez most éppen azt döntöttem el, annyira jó a kérdés, és olyan érdekes, hogy az én záromba, mint kulcs, az ön gondolata nagyon beilleszkedett, mert éppen az imént állítottam össze előadás címeimet, amik már új ismereteket szeretnének közölni, és egyik előadás címe minden a fejben dől el. Hát ez olyan szlogen, hogy már fújja minden gyerek, és mindenki tudja, de hogy hogyan? Hogy dőlhet el minden a fejben? És hogy milyen a gondolat hatalma, a gondolat önmagába tud-e akkora erőt képviselni, hogy minden befolyásoljon csak akkor, ha a gondolatnak, mint egy, most egy metaforát szeretnék mondani, a gondolat, mint férfi erő. Önmagában lehet, hogy hatalmas erő, de ha nincs ott a társa, az a nő, aki aztán a szorgos megvalósítást és a föltáplálását ennek a zseniális gondolatnak megadja, ha nincs ott a jobb agyfélteke, a bal agyfélteke férfi agy mellett, mert ugye a jobb agyfélteke a női agy, ha nincs ott ez a szövetség, és hogyha nem ért ezzel egyet a gyermek a test, ami mint szolga olyan, kapja föntről a szülői utasítást, és egy az egyben a hatalmas automatizmusaival megvalósítja. Tehát itt jön ki megint az, hogy a nagy egység, de a gondolat maga az emberi tudatnak a legmagasabb rendű terméke, a megvalósító, kivitelező, hatalmas érzelmi erőkön, motivációkon át, tehát a jobb agyféltekével, a kiszolgáló megvalósító testnek a képességével tudja létrehozni azt, hogy mondok egy példát, hogyan? Szabad ezt elmondanom? Természetesen. Már a 1700-as évek végén az angol filozófus Bacon a ilyen társasági játékként ajánlotta a következőt, úgy hívjuk ezt, hogy inga próba. Kös egy gyűrűre fonalat, és az órát tedd úgy, hogy a számlapja fölé tartod. Valaki rögzítse a könyöködet és az alkarodat, és te tartsd az óra számlapja fölé a kezedet. És gondolj egy számra, gondolj egy számra, csak arra az egy számra, nem másra, csak arra, nézzük az órát, 30 másodperc, megvan fogva, rögzítve az alkarod, és lám az inga az elképzelt, elgondolt szám irányába lenki. Bárki otthon megcsinálhatja. Micsoda hatalma van a gondolatnak, hogy jut el a parancs a kivitelező izmokig, amik meg sem mozdulnak, de persze igen, de nem csak a nagy mozgató izmok vannak, hanem azok a finom, picike kis izomrostocskák is, amelyekhez igenis lejut, mert az izomhoz is lejut a parancs, de nem tudja kivitelezni, mert le van fogva a kar, alkar, de az ujjak finom, apró izomrostjai fogják a parancsot, és kivitelezik, megvalósítják. Ezért a gondolat
táplál, öl, egészségessé tesz, erősít, és így tovább. Azért voltam én annyira oda az iskolai relaxáció ügyében, mert én pontosan azt szerettem volna, de ugye éretlen még a befogadó társadalom erre. Nincsen megfelelő beágyazó alapismeret, hogy az egész testet, lelket, szellemet, mindent iskolázni kell. Hát nem csak a tudós agyunkat kell iskolázni, hanem iskolázni kell az érzelmi agyunkat. Szerencsére Freund Tamás, a nagyon híres agykutató is nem győzi hangsúlyozni a művészeti nevelést. Hát az a jobb agyféltekének az érzelmi agynak a nevelése. Tehát, hogy tudatosítani azt, hogy nekünk az érzelmi agyat, ami például érzelmeken át testi folyamatokat gerjesztve megőrzi a testegészségét, vagy éppen megbetegíti. Már elmondtam éppen ma is most a beszélgetésben, hogy egyetlen érzés, mint kémia jelenik meg, mint biokémia jelenik meg a testben a sejt szintjén, és például igazolt, hogy a daganatos megbetegedésekben bizonyos olyan nagyon rossz érzelmek, mint hogy haragszom, nem bocsátok meg, hordozom, magamba temetem, a haragomnak, gyűlöletemnek, vagy megbántottságomnak a hormonjait, a hormonok meg a sejthártyán ott szépen gyülekeznek, és az adott szervnek, a sejtjeinek a funkcióképtelenségéhez vezetnek. Miről van szó? Letemettem biokémiai szinten, az érzelmi szinten még gyűlöletként megélhető, vagy érzelmi szinten, mondjuk hát megbántottságnak, sérelmezettségnek érzett minőséget. Érzelem az agyamban, a szellememben, az érzésvilágomban, és a testemben pedig kémia. És amikor ezt megértjük, hogy biokémia az, amit mi érzelemnek nevezünk fönn a tudat szintjén, de az ember egy egység, hatalmas, megbonthatatlan egység. Nincs az a gondolat, aminek ne lenne testi leképeződése. Mozognak, ömlenek végig a ligandok, ezek ilyen hormonszerű anyagok a testünkben, és viszik a szervekhez, sejtekhez az üzenetet, amit lefordítanak a test nyelvére. Mert a test biokémiai folyamatoknak és különböző hát hormon és idegrendszeri impulzusoknak engedelmeskedik. Na hát most röviden. A védek és a jogaszutrák azt mondják, hogy a szokások azok, amik meghatározzák az ember jellemét. Tényleg ennyire egyszerű lenne? Csak meg kell változtatni hát, a szokásokat? Hát hogyan? Hát a szokás hogy is alakítható ki? Valóban, amit szokásunká teszünk, az olyan módon befolyásolja, beépíti azt a mechanizmust a testbe, lélekbe, szellembe, hogy innen már az egész személyiséget is befolyásolja. Köszönöm szépen, dr. Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus volt a vendégem. Igen. Betegségről, egészségről beszélgettünk. Café 101,3. Az Érdefem reggeli műsorát hallották.